Lekman Dániel, a Zöld zukkör egyik alapítója, stúdiónk vendége, akit üdvözlök. A Zöld zukkörrel, a Zugló Televízió nézői legkésőbb akkor találkozhattak, amikor korábban itt jártak, és az Egresi úti telkek beépítése ellen szervezett akcióról beszélgettünk, illetve azokról a fejleményekről, amelyek ezzel kapcsolatosak. Azóta ez a dolog Hát lehet azt mondani, hogy pillanatnyilag mindenképpen nyugvópontra jutott, tehát ezeket a telkeket nem adták el, annak a fejlesztőnek semmiképpen aki akkor szóba került. Egyelőre ugyanabban az állapotban vannak, mint ahogy akkor voltak. Mit csinál a Zöld Zukkör? Milyen terveik vannak, mivel foglalkoznak azóta, hogy ez a projekt lehet mondani, nagy részt sikeresen zárult. Egyelőre leállt, egyelőre most nem adják el, hogy mi lesz vele, az még kérdéses, mi küzdünk azért, hogy hogy ott ö, valami jóféle kis ö, park, vagy zöld, ö, vagy rekreációs tevékenység céljára kialakított hely lehessen. Amikor volt ez a telekanadás, akkor ugye volt egy fórum, és, és annak kapcsán egy nagyon jó kis csapat jött össze, és ezzel elkezdtünk ö, más felé kikacsingatni, egész zuglóra nézve, az a közös célunk, hogy tekintve azzal, hogy ö, ö, milyen rosszak a Zöld felületi arányok zuglóba, Ö, annak ellenére, hogy zöld zuglóként van apostrofálva sok felé. Célunk, hogy egész zuglóban minél több zöld területet mentsünk meg a beépítések ellen leginkább. Ö, Milyen konkrétumok fontos. vannak? Tehát van-e van ilyen jól megfogható projekt, Igen. mint amilyen az egresi útitelek hát, volt? Hát három módon működünk. Egyrészt csinálunk mi, tanul, mi, magunk tanulmányokat, méréseket, hogy, hogy ez most valóban zöld az ugló vagy nem, és sajnos tényleg az, azt sikerült kihozni, ez sikerült idézőjelbe, hogy zugló budapesti kerületek tekintetében az utolsó egyharmadban kullog már a zöld felületi arányokat nézve. Tehát, de más, összeszámoltuk, hogy hány új lakás épült, az elmúlt időszakban mennyi fog még épülni, és eléggé borulátóak sajnos az előrejelzéseink. Ezen kívül a, próbálunk több lakossági fórumot, meg a lakossági kezdeményezés mellé beállni itt Zuglóba. Említeném például a Mogyoródi vezérút sarkán, ott, ott is terveztek egy, egy hotelt fölhúzni egy, egy zöld területre. És egyébként április 4-én reggel 9 órára hív, hív, hívott össze az önkormányzat egy, egy lakossági fórumot ez ügybe, hétfő reggel, és az volt a szerencsénk, hogy egy helyi lakos ezt észrevette és elment. És akkor neki segítettünk, hogy petíció és több mint 300 aláírás összegyűlt, és ott egy nagy hotel lett volna, és azt az is került szerencsére. Azt teljesen elvetették, úgy néz ki. Mindenre azt mondom, hogy úgy néz ki, mert semmi sem biztos. Tehát ezek ilyen lekerülnek a napirendről, de nem mondják ki véglegesen, hogy akkor mi lesz a helyén. Tehát Ez a nehéz ebbe az egész harcba. Ezen kívül még a harmadik szegmens az, hogy tárgyalunk a képviselőkkel, és próbáljuk őket ebbe a szemléletmódba terelni. Hát élni, Igen, Hogy ez egy minimum legyen, hozzanak. így a klímaválság idején, hogy, hogy most már amit lehet, azt mentsünk meg. Mindjárt visszatérünk még a képviselők ügyére, de előtte hadd kérdezzem meg, hogy me mennyire állandó ez a csapat. Ugye említette, hogy ez annak idején az első fórumok létrehozása kapcsán szerveződött össze, de hát azóta történtek más dolgok is. Szóval bővül ez a csapat, változik, ugyanazok csinálják. Hát ez egy kicsit folyamatosan változik, de alapvetően van egy ilyen. 10 fős kemény mag, úgymond, és akkor ez még egy olyan egy 20-30 fő, aki, aki mellettünk van, a, a, aki így vagy úgy, bizonyos ügyek mentén, ami neki fontosabb beszáll. De ugye azt mondom, hogy szerencsére egy elég jó, és igazából ez a zöld zúkkor, én, én ezt úgy, az a célom vele, hogy ez egy platform legyen, tehát, hogy, hogy mindenki, van egy közös cél, de, de nem ilyen vezérelvű de igazából most már egy hivatalos egyesület vagyunk, tehát nem egy ilyen hivatalos dolog, hogy én vagyok az igazgató, és akkor megmondom, hogy mi van, hanem mindenki, amit, amit gondol, azt tegyen bele, úgy, így, úgy, amúgy. De a közös cél az meg. Ugye a közös cél az, hogy a zugló zöldítését őrizzék, segítsék, mozdítsák Igen. elő, sokféleképpen fogalmazhatunk. És ehhez kapcsolódott egy olyan rendezvényük, ami, és akkor itt már visszakanyarodunk a képviselők dolgához is ami meginvitálta azokat a képviselőjelölteket, akik a Szabó Rebeka, aki ö, ugye az országgyűlés tagja lett ö, a párbeszéd frakciójában, Szabó Rebeka helyi önkormányzati képviselő helyére írtak ki időközi választást, és ezen indult négy ö, önkormányzati képviselőjelölt. Nos, őket invitálták meg egy fórumra, ö, hogy beszéljenek a zöld elképzeléseikről. Milyen Tanúsága volt Igen. ennek a gyűlésnek. Egyáltalán kik mentek el? Mi azt a stratégiát választottuk eb ebben a kérdésben is, hogy nem állunk be egy képviselő jelölt mögé, bármennyire is szimpatikus, ha valaki esetleg, meg egyébként a csapatunk is ugye nagyon vegyes összetételű, tehát ezért sem, hanem inkább szervezünk egy ilyen bemutatkozó fórumot, egy párbeszédet, ahol, ahol ahol tényleg mind a négy jelöltet meghívtuk. Kettő tudott eljönni, vagy kettő jött el, a Rökénydalma, a Párbeszéd, DK, MMM, nem tudom még. Momentum. Moment, igen, 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 ő, ő támogatásában, illetve a Doktor Kecséri Attila, aki a civil Zuló egyesület jelöltje. Uh -huh. A másik kettő nem. Egyik az azt mond, hát nem tudom, igazából elmondhatom, hogy az egyik családok miatt nem tudott eljönni, a, a másik az az mondta, hogy nem is szándékozik eljönni erre a vitára. Nem is szándékozik eljönni, azért ez kitalálható, hogy a Fidesz jelöltje volt, mert Igen. mintha ez egy céges poliszi lenne nálunk. Igen, egyébként vele is leültünk, mind a négy jelöltel leültünk és beszélgettünk, de ők megmondták, hogy nem így képzelik el a a lakossággal való kommunikációt, hogy egy ilyen közös álláspont bemutatással. És az volt még egyébként a mi koncepciónk ebben, hogy, hogy kizárólag a helyi zöldügyek mentén mutatjuk be a jelölteket, illetve mutatkozhatnak ők be, mondhatják el a álláspontjukat. Na és mi történt? Ezek szerint Kecéri Attila és Kökény Dalma vett részt ezen a fórumon. Igen, igen. E, mit mondtak? Nagyon jó kis párbeszéd alakult ki tényleg. Tehát ö, nem egy ilyen heves vita volt, és nagyon sok mindenben ö, meg volt a konszenzus, és ez, ez elég építő jellegű volt. Ö, kisebb viták voltak. A legnagyobb problémának most ez a rezsicsökkentés miatti fűtés ö, Fűtésből adódó környezetszennyezést látták, hogy ez lesz most várhatóan szerintük itt a legnagyobb probléma. Tehát, hogy az emberek esetleg átállnak például fa tüzelésre, meg fa, széntüzelésre. Hát, szemét, ahol tudnak, vagy szemét, vagy a szemetet. Igen, igen. igen ami, ami, ezt, ezt, ezt mind a ketten elég nagy problémának érzékelték. A beépítések terén alapvetően mind a kettő nagyon pozitívan állt hozzá, hogy nem támogatja, hogy most már továbbépítsék az úlót. Kifejezetten ellenezték a a Bosnyák téri gigaberuházást, ami ellen már nagyon nehéz fellépni, de azért muszáj harcolni. Akkor ö, a közlekedés szervezésre voltak ö, jó példájuk, hogy minél zöldebb legyen a tömegközlekedésre. Ö, így úgy amúgy. Meg a, a, meg a lakos, ami nagyon fontos, hogy a, a, lakosság, meg a civil szervezetek bevonása az önkormányzat működésébe. Tehát, hogy erre, erre voltak nagyon ötleteik, hogy, mm. hogy, hogy minden, miféle az platformok, itt is ezt a szót használom, legyenek erre. Említette, hogy, hogy azért egy építő jellegű vita kialakult közöttük, meg lehet fogni valahogy, hogy miben tért el ő kettejük véleménye? Hát elsősorban mértékben, de hát a, a... Melyik volt a radikálisabb? Hát nem radikálisabb, mi számít radikálisnak, tehát azért a, hogy mondjam, a kecéri doki, ő, ő egy ilyen józan paraszti, gondolkodású, őszinte ember szerintem. A, a da, da, Dalma, az ő, ő pedig egy tapasztaltabb, rutinosabb, profibb szemléletet képvisel, de ugyanakkor ő, mögötte vannak szervezetek, amik, amik így kényszerítik bizonyos helyzetbe, úgyhogy ő nem mert kimondani annyira konkrét dolgokat, hogy... hogy Feketén-fehére, mint a doki. Tehát Aha. körülbelül ilyesmiket képzeljünk el. Aha. De mind a kettő, ez szerintem elég szimpatikus. Már el vagy eljöttek, és hogy így legyen. A, a fórumon ők egymással beszélgettek, vagy egyébként a fórum résztvevői is bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Szóval mennyire volt, volt ez egy teljesen oldott beszélgetés? Ők alapvetően egymással beszélgettek. Volt egy moderátorunk, aki föltett nekik kérdéseket, és akkor azok kapcsán időre fejthették ki a véleményüket, és akkor a fórum második részében meg a közönség kérdezhetett, előre írásba összegyűjtöttük ott a helyszínen a kérdéseket, és akkor arra, és mindig volt viszont válaszra lehetőség, hát próbáltuk ilyen egyenlő ar arányba. És a, ami még eléggé jó, hogy, hogy az hogy a, Na, azt hiszem a Hevér László a szomszéd körzetnek, ő, ő, is, ő is ott volt, és ő a vita végén, vagy nem, nem hívom vitának, inkább a fórum végén mind a két jelöltet meghívta úgymond a, a Népjóléti Bizottságba. Tehát, hogy bárhogy is alakul a, a választás eredménye. Mind a kettővel szeretne együtt dolgozni. Figye, ez, egy, ez egy elég jó. Mondjuk el, hogy Hevé László György. Egyébként volt MSZP és jelenleg Dékás frakciók színeiben politizáló, képviselő, a Népi Bizottság elnöke, tehát egy kicsit nyilván igen, ezt igen, a meghívást. Mi a Zöld Zúkör következő projektje, terve? Most lesz ö, október elsőjén a ami nem nem csak mi szervezzük, hanem a Civil Zula Egyesület alapvetően a gigaberuházás ellen egy tüntetés, úgyhogy arra készülünk mi is. Ez inkább, én úgy érzem, hogy ilyen jelképes jelentősége van, nem hiszem, hogy már meg lehet sajnos állítani ezt a folyamatot, vagy hát nagyon-nagyon nehéz, de mindenképp fontos fölhívni erre a, a figyelmet. A másik, ami viszont uh, itt zuglón belül, hogy sajnos 6-7 uh, önkormányzati telket kielöltek uh, eladásra, és ennek kapcsán szeretnénk a lakosságot tájékoztatni azok környékben élőket, hogy tudják, hogy ez, ez, ez itt mi várható. Felhívni a figyelmüket, illetve ami szintén sajnos, hogy úgynevezett település-rendezési szerződés, módosítások. Uh, keretében engedményes mértékkel elég sok helyen túlépítéseket enged, engednek a kerületben. És ezeket mindig csak pár nappal a testületülések előtt tudjuk meg, és mindig kapkodjuk a fejünket. Ezek, ezek kapcsán is szintén a lakosságot, meg a képviselőket is szeretnénk bevonni egy közös beszélgetésbe, hogy mi az elképzelés. Na, nagyon sokszor az a tendencia, hogy kertesház egy egy lakásos kertesház helyén társasházak épülnek különböző mértékben. Vagy pedig olyan is van, hogy száz lakásos társasház helyén 150 lakásost engednek, ami plusz forgalmat, infrastruktúra terhelést jelent, és ezt minde, minde, mindezt előzetes hatástanulmányok meg a, közö, a lakosság megkérdezése nélkül. Úgyhogy ez egy elég Súlyos probléma, és ennek kapcsán szeretnénk mindenképp bevonni a az embereket. Az embereket, így van. így van. Tájékozottan nyilváníthassanak véleményt. Én köszönöm. <laughs> köszönöm. Én is köszönöm, hogy eljött, köszönöm, hogy ezeket elmondta, és szívesen beszámolunk majd a későbbi akcióikról is, hogyha ö, meghívják erre a zugló televíziót. Köszönöm szépen mindenképp még egyszer. Köszönjük mi is a lehetőséget.